Jó estét kívánok! Önök a Kiemelőt, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinját látják a hírórában. Hamarosan vendégünkkel, Szőlősi Balázssal egy izgalmas kezdeményezésről beszélgetünk, amely mindennapi környezetünket teszi majd szebbé. Beszámolunk egy rendhagyó tárlatról, amely múltunkat teszi mindenki számára átélhetőbbé, és műsorunkból megtudhatják azt is, hogyan változik meg tavasszal a zöld hulladék szállításának rendje. Kérem, tartsanak velünk! Sorsfordító címmel nyílt kiállítás ma Kecskeméten. A tárlat a paraszti tulajdon felszámolását, a földek és az emberek termelőszövetkezetekbe kényszerítését mutatja be a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezésében. Adásunk ideje alatt egy kerekasztal beszélgetés folyik a Városházán a Bács-Kiskun megyei kényszer kollektivizálásról. A helyszínről Molnár H. Boglárka jelentkezik. Itt vagyunk Kecskeméten a Városháza díszudvarán, ahol a mai délután folyamán egy kiállítás nyitotta meg kapuit. Ennek a tárlatnak a témája nagyon komoly, és itt van velem Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. Jó napot kívánok! Először azt szeretném megkérdezni, hogy mi is az a korszak, amit felkarol ez a tárlat? A kommunista diktatúra történetének egy kevéssé elbeszélt, kevéssé kibeszélt fejezetét szeretnénk itt bemutatni, mégpedig arról szól ez a kiállítás, hogy mi történt a magyar, hagyományos magyar parasztsággal, mi történt a vidéki Magyarországgal. A kiállítás témája az egy szóban összefoglalható, a kényszer kollektivizálás. Tehát azt szeretnénk bemutatni azoknak a fiataloknak, akiknek már nem kellett személyesen megélni a kommunista diktatúra évtizedeit, hogy mi történt a szüleikkel, nagyszüleikkel, mi történt azokkal a paraszt emberekkel, paraszt gazdákkal és a családjaikkal, akik a földjeiket művelték, hogyan vették el tőlük a tulajdonukat, és hogyan kényszerítették bele őket egy olyan kollektív gazdálkodásba, amely idegen volt a hagyományos paraszti gondolkodástól. Tehát hogyan vették el a tulajdonukat, milyen volt az 50-es évek kulákosítása, padlássöprés időszaka, és aztán utána végül az 56-os forradalmat követően, 58-59-ben és a 60-as évek elején, a korai Kádár korszakban hogyan kényszerítették bele az embereket a DSZ-be, a fizikai és a lelki erőszak legkülönbözőbb eszközeivel, propagandával, agitációval, családok megzsarolásával. Én is megnéztem már ezt a tárlatot, és érdekes képeket láttam, és nagyon cinikusan, ironikusan vannak megjelenítve különböző részletek ebből a korszakból. Egy kicsit meséljen arról, hogy pontosan milyen képeket láthatunk itt a tárlaton. Azt akartuk bemutatni, hogy milyen volt a kommunista hatalom propagandája, tehát mit akart súlykolni, hogyan mutatott be teljes társadalmi csoportokat ellenségként, tehát amikor a kulákot, tulajdonképpen a módos parasztgazdákat a nép ellenségeként, vérszívóként, kizsákmányolóként mutatta be, és ezeket azzal a vizuális eszköztárral, amelyik ugye akkor is nagyon hatott. Tehát, hogy milyen volt a propaganda, és milyen volt, mi volt ezek mögött a valóság. Ugye ez a diktatúra egymással is szembe akart folytani társadalmi csoportokat, szembe akarta folytani a módosabb parasztokat, a szegényebb parasztsággal, azokkal az emberekkel, akik 1945-ben kaptak földet, de aztán néhány év múlva tőlük is elvette a kommunista hatalom az újonnan vagy frissen megkapott földtulajdon. Tulajdonképpen azt a hazugságot akartuk bemutatni, amit a propaganda szintjén a kommunista diktatúra terjesztett, és ezzel szemben megmutatni a valós, de nagyon sokáig elhallgatásra ítélt valós társadalmi családi tapasztalatokat. Mi történt ebben az időszakban Bács-Kiskun megyében, hiszen látható a hátam mögött is, hogy kapott egy külön részt Bács-Kiskun megye?
Így van. Ez egy országos vándorkiállítás, amit az ország 14 különböző helyszínére vittünk el, és most elsőként, elsők között nyílik meg Kecskeméten. Mindegyik régió egy saját önálló tablóval mutatunk benne, és itt a Neumann János Egyetem munkatársaival, kollégáinkkal együttműködésben mutattuk be azt a különleges helyzetet, ami a megye története, hiszen Bács-Kiskun megye, ha tetszik, az ország egyik legfontosabb éléstára volt. Ennek megfelelően az a hagyományos paraszti értékrend, amely nagyon-nagyon sok szállal kötődött az egyházi kultúrához is, különösen erős volt, nem véletlenül, hogy ez volt az a régió, ahol a leginkább elutasították a kommunistákat 1945 után, és ennek következtében a leginkább talán azok a régiók közé tartozott, ahol a legerőteljesebb propaganda kampányt, hadjáratot indítottak a parasztság ellen. Ennek a számszerűsített bemutatására is vállalkozik ez a kiállítás. Megmutatja azt is, hogy 56-ban gyurkolajas távolnak köszönhetően milyen súlyos megtorlás érte a megyét, és utána ezt követően az a kert Magyarország, amit Németh László megálmodott, ezt hogyan számolja föl a korai kádári diktatúra. Földveriné Kisrékának köszönöm szépen. A terlát tárlat tehát nagyon érdekes és tanulságos, úgyhogy aki meg szeretné tekinteni a kiállítást, az április végéig megteheti itt a Városháza díszudvarában. Köszöntöm a stúdióban Szőlősi Balást, a Széchenyi Városért Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Egy egészen új kezdeményezést indítottak, és kertészkedésre buzdítják a panellakókat. Honnan jött az ötlet? Hát az ötlet onnan jött, hogy meglehetősen nehezen lehet kertészkedni panelházakban, és nagyon sokat beszélgettünk, hiszen az Egyesület erre is jött létre, hogy a Széchenyi városban élő embereknek az életét próbáljuk meg kicsit feldobni, amiben tudunk, besegítünk, és mondták, hogy hát ez egy olyan igény, ami valós, ők szívesen kertészkednének, és azt találtuk ki a területnek a képviselőivel, hogy akkor hozzunk létre egy közösségi kertet, ez hosszas évek fejlesztésével sikerült elérni, úgyhogy ha minden igaz, akkor az elkövetkező hetekben meg is fogjuk tudni nyitni ezt a kis kertet. A terveik szerint olyan 40, 50, 20 négyzetméteres parcellát hozunk létre, ott kertészkedhetnek a helyiek, bízunk abban, hogy mindenki vigyázni fog a saját kis parcellájára, plusz a szomszédéra is, és egy valódi kis közösséget fogunk tudni létrehozni. Ez az álmunk. Hol lesz ez a terület? És hogyan áll most a munka? A munka nagyon jól áll, bár ha most valaki ránéz, akkor még lehet, hogy összeráncolja a szemöldökét, de nagyon szépen haladunk. A területnek a bozótos részének a megszüntetése már megtörtént, gyakorlatilag egyenes a terület, már állnak a kerítés oszlopok. Azt hiszem, mondjuk el, hogy ez a baptista templom mögötti. Igen, ez a baptista templom mögötti terület, és már nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a helybéliektől, a lakóktól, nagyon sok segítséget kapunk tőlük. Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy még csak a tegnapi napon kezdtük el hirdetni igazából ezt a lehetőséget. Ehhez képest, aki szeretne ott kertészkedni, akkor nagyon gyorsan jelentkezzen és húzzon bele, mert 24 óra alatt a 45-50 parcellának közel a felét már lefoglalták a jelentkezők. Úgyhogy úgy látszik, hogy sikerült egy olyan valós igényre rá szerveznünk, ami tényleg örömet fog tudni adni az ott lakóknak. Hol lehet jelentkezni? Jelentkezni elsősorban nálam lehet, Szőlősi Balázsnál. Nagyon könnyen megtalálnak az érdeklődők a Facebookon, a Széchenyi Városért Egyesületnek a Facebook profilján, de hogyha írnak a szechenyivarosért@gmail.com e-mail címre, akkor ott is megtalálnak. Egyelőre ezzel nem volt probléma. A legtöbb nyomtatott sajtóban megjelentek a hirdetéseink, illetve a közösségi kertet övező házakban is nem sokára a szórólapok kihelyezésre kerülnek, illetve a közös képviselőkkel beszélgetni fogunk, akik tudni fogják, hogy hozzánk kell becsatornázni ezeket az igényeket. Mit kell vállalnia annak, aki kap egy ilyen parcellát? Azt kell vállalnia, hogy jól érzi magát ott a területen,
azt a pici kis 20 négyzetméteres parcellát, amit kap, azt ápolja, gondozza, azt termeszt ott, amit szeretne, amit törvényes lehetőségek szerint szabad, paprikát, paradicsomot, virágot, vagy csak szeretne egy kis füves területet magának, ami jól esik. Mi ebben egyáltalán nem szólunk bele. Azt gondolom, hogy már látszik, hogy nagy sikere lesz. Mi az elinduláshoz a szerszámokat biztosítani fogjuk, sőt, a terveink szerint még vetőmagot is fogunk az igényeknek megfelelően vásárolni. Ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy ebben szeretnénk következetesek maradni. Nem szeretnénk hosszú távon az eszközöket, illetve a vetőmagokat biztosítani, csak az eszköz, csak az elinduláshoz. Hiszünk abban, hogy akkor képvisel ez a kert értéket a gondozói számára, ha ő is befektet egy kicsit. Sokat nem fog kelleni, hiszen a területet mi biztosítjuk, a kertet biztosítjuk, a vizet biztosítjuk, az induláshoz a szükséges infrastruktúrát biztosítjuk. Amit nekik kell biztosítani, az a jó hangulat, az együttműködés a többiekkel, de szerintem ezzel nem lesz probléma. Ez egyébként mennyire jellemző a Széchenyi Városi Egyesület munkájára, hogy közösséget is épít, illetve hogyan valósul ez meg? Az Egyesület most már 6-7 éve dolgozik a Széchenyi Városban. Mindig megpróbáltunk olyan kis projekteket végrehajtani és kijelölni, amire éppen akkor igény mutatkozott. A Széchenyi Városi Napok megszervezésében szoktunk komoly szerepet vállalni. Hát azt tudják pontosan az itt lakók, hogy ez milyen nagy esemény minden év szeptemberének az elején az itt élők életében. Már volt, hogy egy lakótelepi információs irodát hoztunk létre, ami egy éven keresztül működött, és akkor nagyon sok lehetőségünk volt programokat szervezni, hitélettel kapcsolatban, családélettel kapcsolatban, jogi helyzetben tudtunk segíteni azoknak az embereknek, akiknek tanácsra volt szükségük. Nagyon büszkék vagyunk erre, hogy sikerült ezt megvalósítsuk. Most pedig ebbe a fába sikerült, hogy belevágjuk a fejszénket. Egyelőre a visszajelzések pozitívak. Nagyon nagy munka ez, és nagyon sok forrást kellett, hogy keressünk hozzá. Nagy munkával úgy látom már, hogy ezeket a forrásokat megtaláltuk, úgyhogy büszkén jelenthetem, hogy ez a kert most már meg fog valósulni, mert megtaláltuk hozzá a kellő mennyiségű pénzt. Városi finanszírozásra a magyar állam különböző pályázataiba pályázott be az Egyesület, és úgy tűnik, hogy sikerrel vettük ezeket az akadályokat. Mik lesznek a következő lépések? Hát most a kerítésoszlopok már állnak. A következő lépés az az lesz, hogy kialakítjuk az ágyásokat, a kerten belül a vízcsatlakozás és vízvételi lehetőségeket. Itt is köszönöm a Bácsvíznak a munkáját ezen a területen. És ami a legörömtelibb lesz legalábbis számomra, amikor az ágyások majd megkapják a gazdájukat, vagy a gazdák az ágyásukat, és gyakorlatilag így personalizálva lesz minden kis négyzetméter. Én úgy érzem, hogy akkor fog ez tartalommal feltöltődni, amikor majd látom kapirgálni az embereket, egymás között elanekdótázni, nekem miért pirosabb a paradicsomom, neked miért olyan nagy a paprikád. Valahol ez lesz az egésznek az értelme. Kapnak egyébként majd segítséget azok, akiknek esetleg nincs még tapasztalatuk a kertészkedésben? Hát tőlem feltétlenül, csak én sem értek hozzá. Tehát, ha egy kis életérzékük van, akkor nem tőlem fognak segítséget kérni. De hát azt gondolom, hogy ez problémát nem fog jelenteni. Szerintem egy kis kísérletező kedv az mindenkire ráfér, a kockázat az minimális, és azt veszem észre, hogy azok az emberek, akik most házgyári lakásokban élnek, korábban volt, hogy falun éltek, korábban volt, hogy nagyobb kertben éltek, most azért vonultak vissza, mert már nincsen szükségük nagyobb kertre. Nekik kényelmes a házgyári lakás, de mégiscsak szükség van egy pici kis kertre, egy pici kis szórakozásra kint, és azt itt meg fogják tudni valósítani. Abban is biztos vagyok, hogy egymást fogják kiokosítani itt az emberek, hogy hogyan működik egy ilyen kis kertecske. Az már látszik, hogy ki az, aki szívesen vállalkozik erre? Inkább nyugdíjasok, vagy a családosok is jelentkeznek? Én hozzám, amilyen megkeresések érkeztek, már közel 20-nál tartunk,
és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt teljesen helyesen fogalmazta meg, hogy szinte a túlnyomó többség nyugdíjas, ugyanakkor a fiatal házas kategória is itt van. Tehát én úgy látom, hogy itt mindenki ott lesz, ami nagyon nagy öröm, mert meg fogják tudni kérni egymást, hogy segítsenek. Amikor az egyik elutazik egy hétre, akkor lesz, aki segít, amikor meg kell emelni valami nehezet esetleg egy nyugdíjas párnak, akkor lesz, aki segít. Azt gondolom, hogy maga az összetartás, az összefogás, az itt is meg fog tudni valósulni. Lesz esetleg közösségi tér is, amellett, hogy a veteményeseket gondozhatják, egyéb közösségi életre lesz-e itt lehetőség? Elméletileg egy kb. 45 ágyás fér el a területen, én most csak 41-2-nek a kialakítását fogom szorgalmazni, pontosan azért, hogy maradjon egy pici kis kialakítatlan terület, amit majd a jövőben fel fogunk tudni használni, vagy egy kis sütögetés kiépítésére, ha szeretnénk, vagy pedig adott esetben, ha igény merül fel, akkor egy pici kis szerszámos bódé felállítására. Azt én még nem mertem kezdeményezni, nem csak azért, mert költsége van a szerszámos bódénak, hanem azért, mert nem tudtam még eldönteni, hogy vajon mekkora vonzerő ez esetleg az utcán flangálóknak az, hogy ott áll őrizetlenül egy kis bódé. Ezt még nem mertem berizikózni, de könnyen lehet, hogy a jövőben megvalósítjuk ezt is. Hogyha ilyen nagy az érdeklődés, akkor a jövőben még az is lehet, hogy esetleg cserélődnek a gazdái ezeknek a területeknek, vagy lehet arról szó, hogy egy újabb területet bevessenek erre a... Hát biztos, hogy fog cserélődni, hiszen az, aki ma szeretne kertészkedni, nem biztos, hogy 2-3 év múlva is szeretne kertészkedni, tehát biztos, hogy lesz cserélődés. Hogy fogjuk-e tudni növelni a közösségi kertnek a területét, azt gondolom, hogy amennyiben a lakók ezt igénylik, akkor ezt meg fogjuk próbálni. Mivel ezt a területet mi a várostól kaptuk térítésmentes használatba, ezt nekem majd a várossal kell megbeszéljem, hogy a környező területekből mennyit tud esetleg még erre a célra áldozni a város, de most úgy tűnik, hogy érdemes. Úgy tűnik, hogy érdemes. Egyébként hány tagja van az egyesületnek? Mi egy pici kis egyesület vagyunk, maga az egyesület tagi létszám nem éri el most a 20 főt. Igazság szerint ennek az az oka, hogy maga az egyesület úgy jött létre, hogy a részönkormányzati ülésen felmerült, hogy kéne egy jogi személyiségű társaság, hát ez az én ötletem volt, annak érdekében, hogy a részönkormányzati keretet meg lehessen többszörözni, hiszen nagyon szűkös kerete van a képviselőknek, amit el tudnak költeni a saját kis területükön, és az a fantasztikus ötlet pattant ki, hogy ha ezt a pici kis keretet egy pályázat önrészeként tudnánk felhasználni, akkor többet lehetne tenni a környezetünkért. És mivel ez az én ötletem volt, egyszer csak megszavazták, hogy ha már biciklit akartál Balázs, akkor pedálozzál, akkor ez legyen a te egyesületed, úgymond legyél te az elnök. Úgyhogy ez valóban rajtam maradt, mint Szamáron a fül, úgyhogy most én vagyok az egyesület elnöke, és nem az a lényeg igazából, hogy ki a tagja, mert azt kimerem jelenteni, hogy az egyesület nem a tagjaiért van, hanem a széchenyi városi emberekért. Úgyhogy itt a taglétszám ebből a szempontból teljesen lényegtelen. Akkor hamarosan beszámolhatunk a közösségi kert megnyitásáról. Mindenképpen, terveink szerint jövő hét pénteken itt már avatunk, ha még nem is kész terve, nem is kész kertet, de akkor már nagyon körvonalazódni fog, hogy mit csinálunk, és össze is fogjuk hívni azokat az embereket, akik addig jelentkeztek parcellákat művelni, és az ő iránymutatásuk is nagyon sokat fog számítani abban, hogy milyenek legyenek a végső simítások a kertben. Tehát aki szeretne kertészkedni, az mielőbb cselekedjen és jelentkezzen. Igen, hogyha elég neki ehhez 20 négyzetméter, ha többen szeretne, akkor lehet, hogy hozzám kell jönni lenyírni a füvet, én odaadom a fűnyírót. Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Új rendszer szerint működik áprilistól a zöld hulladék gyűjtése. Ezentúl nem csupán a levágott füvet, faleveleket, de még a fanyesedékeket is minden gyűjtési alkalommal kihelyezheti a lakosság a megadott szabályok szerint. Ilyen emblémával ellátott műanyag zsákokban gyűjti a lakosság április 2-ától december 7-ig a levágott füvet, a lágyszárú növényeket, a lehullott faleveleket. Alkalmanként két darab cserezsákot kapnak majd,
szükség szerint pedig továbbiakat is igényelhetnek térítésmentesen a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási no-profit Kft. Ügyfélszolgálati irodájában. Első alkalommal még bármilyen zsákban kihelyezhető a zöld hulladék, azonban később csak a szabályszerűen kihelyezett zöld hulladékot szállítják el. Minden gyűjtési alkalommal fognak cserezsákot kapni a lakosok. Az első adagot azt az első gyűjtési alkalommal fogják megkapni. Ez ugye április első két hetében fog lezajlani, az első gyűjtés. És ami még fontos változás az, hogy minden alkalommal helyezhetnek ki kötegelt zöld hulladékot is a lakosság. A Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Arra kéri a lakosságot, hogy könnyen mozdítható, gépjárműbe is könnyen helyezhető formában kötegeljék, és rakják házuk elé ezt a hulladékot. Ez azt jelenti, hogy az ágnyesedéket minden gyűjtési alkalommal maximum 70 cm hosszú kötegekben összefogva, maximum fél köbméter mennyiségben szállítják majd el. A körzetekre lebontva a dátumok szerint részletezve van, hogy hol, mikor jár az autó, illetve azt szeretnénk kérni, hogy reggel 6 óráig helyezze ki a lakos a gyűjtési napon. Hétfőtől péntekig minden nap dolgoznak majd a cég munkatársai. A hét első napján például a Petőfi városban, Katonatelepen. Keddenként többek között a Mária városban, a Széchenyi városban és a Belvárosban. Szerdánként az Árpád városban, Kossuth városban és Kecskemét külterületein, például Kadafalván kell készülnie a lakosságnak. Csütörtökön a Műkert városban, pénteken pedig a Hunyadi városban és a Vacsi közben gyűjtik be a hulladékot. A helyszínekről és dátumokról részletes tájékoztatást a kecskeméti lapok március 22-i számában találhatnak. De miért léptek életbe a pozitív változások? Van egy országos hulladékgazdálkodási terv, ami leírja azt, hogy mi a minimális elvárás egy zöld hulladékgyűjtés során. Ennek egy része az, hogy biológiailag lebomló hulladék zsákot használjunk a begyűjtésre. Amennyiben nem időben helyezik ki a zsákokat, avagy háztartási hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú szennyezett hulladék kerül beléjük, a társaság jogosult megtagadni elszállításukat. A jövőbeli tervek között szerepel a műanyagkukák használata a zöld hulladékgyűjtés folyamán is. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siesta újabb adását látja. Lassan-lassan vége a télnek, és kiszabadulunk a négy fal közül. Ez azonban felvet némi problémát. Például, hogy hogyan csábítsuk ki a fiatalokat a szabadba, egyáltalán hogyan kommunikáljunk velük. Nos, erről is láthatnám sokára egy anyagot. Viszont előtte nézzük meg, hogy milyen az, amikor tehetséges fiatalok valami egészen érdekeset alkotnak, ráadásul a technológia segítségével. Egyáltalán mennyire kell félnünk a technológiától? Ennek jártunk utána. A Bányai Júlia Gimnázium 3 robotprogramozó csapata is bejutott az országos robotprogramozó verseny döntőjébe. Több mint 100 csapat küzdött a tovább jutásért a hétvégén Kecskeméten. Egyértelműen kijelenthető, hogy ők ifjú tehetségek. De vajon a szülők és a nagyszülők honnan tudhatják meg, hogy egy fiatalnak valóban van affinitása a programozáshoz vagy robotikához? Erről beszélgettünk Kis Robert tanárúrral, az országos robotika verseny megálmodójával. Ez nem könnyű kérdés. Azt gondolom, hogy minden gyerek valamilyen szinten fogékony, hiszen ebben nőnek föl, tehát az informatika, ez már az ő világuk. És hát gondolom, hogy ha van otthon számítógép, már pedig a legtöbb háztartásban van, akkor a szülők látják azt, hogy a diák az ott ül a gép előtt és csinál valamit. Na most nyilván laikusként elég nehéz azt megítélni, hogy egyszerűen csak az egeret nyomogatja-e, vagy valami nagyobb szellemi kihívást igénylő tevékenységet végez. Azt gondolom, hogy kisgyerekkorban ez majdnem mindegy még. Az, hogy most csak játszik a számítógéppel, vagy az interneten zenéket hallgat, vagy esetleg egyszerű mesefilmeket, vagy videókat néz, ez nem probléma, csak barátkozzon a számítógéppel. Azt, hogy ő esetleg algoritmizál és programoz,
ez magától nehezen szokott elindulni ezen az úton az ember. Tehát ehhez kell némi külső segítség, akár egy szülői támogatás, akár csak olyan szinte, hogy megkeresni azt a fórumot, ahol elkezdheti ezt az algoritmizálást, ezt a programozást, és utána, hogyha a fiatalok közül valaki rákapott ennek az ízére, és van hozzá tehetsége, akkor otthon is fog ezzel játszani. Mindenképpen kell foglalkozni az informatikával, ez a jövő tudománya. Itt nagyon sok tudós azt mondja, hogy az elkövetkezendő 10 évben a társadalomba, a technikai vívmányok terén, vagy akár csak a szociális hálózatok terén akkora változás fog bekövetkezni, mint az elmúlt 200 évben. Tehát erre a mostani generációt fel kell készíteni, és ennek a változásnak a motorja az az informatika és a robotika lesz. Tehát nem mehetünk el amellett, hogy az iskolákban nem tanítunk nekik valamilyen szinten komolyabb informatikát, nem csak a felhasználóit, hanem akár algoritmizálást, hogy belássanak a dolgok mögé, mert egyébként az egész megmarad egy varázslat szinten, és az meg egy nagyon rossz irány. Ehhez képest mondjuk azért vannak szülők, akik inkább tiltják a gyereket a különböző technikai kütyüktől. Pszichológusok is sokat vitatkoznak ezen, hogy most ez jó, nem jó, elég sok cikk megjelent, hogy ez a Facebookos, szociális hálós, informatikai jellegű dolog, ez rossz irányba viszi el a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy a mértéket kell megtartani. Tehát az, hogy teljesen eltiltom a számítógépektől, ez nem egy jó irány. Nem szabad nyakló nélkül és minden korlát és ellenőrzés nélkül hagyni, hogy egy fiatal diák, hiszen nincs még érett gondolkodása, ilyen szinten játszon szabadon a számítógéppel, de időt és teret kell neki adni, nem maradhat ki belőle, nem fog boldogulni később, hogyha kimarad az informatikából. És a robotika az pedig azért jó, mert elviszi egy olyan irányba a számítógép használatot, ami ráadásul még hasznos is, és a problémamegoldási, gondolkodási képességeit igen jelentősen fejleszti. És hát végül a szülő ne lepődjön meg, hogyha a kávéfőző magától elkészíti a kávét. Igen, ez nem kuriózum, ilyen már létezik, csak nyilván ez még annyira nem gyakori, hogy ez minden háztartásban ott lenne, de hát az okos otthonoknál ez a központi vezérlésű lakás, és azon belül az egyes háztartási gépek, működő háztartási gépek, ez egy létező technológia, tehát ez nem annyira újdonság. Egy pillanatra elméláztam, hogy milyen jó lenne, hogyha magától takarítana a porszívó, itt még nem járunk, viszont az, amit mondott, azért igencsak a felé terelte az én gondolataimat is, hogy akkor bizony nekünk szülőknek is fel kell zárkózni, hogyha ott akarunk lenni a gyerekkel, a gyerek mellett is nézni, hogy mit csinál, egyáltalán miket használ. Azt gondolom, olyan szinten kell fölzárkózni a szülőknek, hogy felelős döntéseket hozni, hogy mit lehet a gyereknek, és mit nem, és mit később, és mit most. Tehát olyan szinten tisztában kell ezzel lenni, hogy igen, vannak az interneten veszélyek, igen, vannak a számítógépes játékoknak veszélyei, igen, vannak pszichológusok, akik azt mondják, hogy ez függőséget okozhat, igen, én belátom, hogy így van. A szülői felelősség az, hogy mit, milyen mértékben engedünk, de az abszolút tiltás az azt gondolom, hogy egy nagyon rossz döntés, hiszen erről szól a jövő. A szülőnek nem kell tudnia programozni, azt gondolom ezeket a robotokat vagy a számítógépet, neki igazán azt kell koordinálnia, hogy a diákoknak mit lesz érdemes megtanulni és elterelgetni a saját gyerekeinek az útját az értelmes számítógép használat felé az öncélú billentyűzet nyomogatás helyett. Egészen kedvet kaptam én is ahhoz, hogy mondjuk egy robotot gyártsak. Valószínűleg én már nem fogok, de gyermekeink még megtehetik. Azonban nagyon sok mindent megtanulhatunk, és ha már a tanulásról van szó, akkor valószínűleg a harmadik kor egyeteméről sokan hallottak már. Egy olyan előadássorozatról van szó, amely főleg időseket céloz, és nagyon sok érdekességet tartalmaz. És mivel nagy volt a sikere, ezért úgy döntöttek, hogy megpróbálják a fiatalokat is bevonni egy hasonló előadássorozatba, hogy mi lett a végeredmény. Nos, fiatalok és idősek egyaránt elmentek az előadásokra, és nagyon élvezték. Ezt mutatjuk meg most. Ez a Szabad Egyetem előadássorozat is azzal tölténe igazán funkcióját, hogyha valamilyen közművelődési és tulajdonképpen tudományos ismeretterjesztési tevékenységet feladhatott.
Több százan érkeztek a Városházára, hogy meghallgassák dr. Fülöp Tamás főiskolai tanár, a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkar dékányának előadását. Ma a generációk találkozása, a nemzedékek kommunikációja, illetve a családtörténet és a családkutatás gyakorlati megvalósítása került a középpontba. Kis Sándor például azért jött el, mert érdekli a generációk közötti kapcsolat. Ez egy érdekes kérdés. Lehetne róla rosszabbat is mondani, de én csak jót mondok. Azért mondok jót, mert a felsőoktatás és az oktatás intézmények bővülő köre az egyértelműen azt jelzi, hogy a város fiatalabb lakossága is, vagy a fiatalok is, az iskolázottak, az intelligensebb közé fog tartozni, és ez mindenképpen csak előny lehet, szemléletbeli különbséget fog jelenteni, és ez a városnak és a város lakosságának is az előnyére fog válni. Kis Sándor azt is elmondta, hogy a Szabad Egyetem összes előadásán részt szeretne venni, mert szerinte nagyon érdekes témákkal foglalkoznak majd a szakemberek. Egy másik résztvevő, Nagy Ádám szerint azzal, hogy megismerjük őseinket, lélekben tudunk fejlődni, hiszen megtudjuk, honnan származunk és kik vagyunk valójában. Ez pedig megváltoztathatja az ember jellemét. Hogyha nem vagyunk tisztában a gyökereinkkel, nem tudjuk, hogy merre tartunk. Egy nagyon jó kis irányt mutat az, hogyha megismerjük a nagyszüleinket, szüleinket, illetve a még régebbi generációkat, hogy ők hogyan éltek, hogyan viselkedtek, és az ő idejükben fellépő problémákat, kríziseket hogyan tudták megoldani. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebből tudunk tanulni, és kell is tanulni belőle, hisz jöhetnek még olyan problémák, nehézségek, amik ugyan más témájúak, más típusúak, de a megoldást az idősektől tudjuk ellesni. Dr. Fülöp Tamás dékán ehhez kíván segítséget nyújtani. Megmutatta a mai előadásával azokat a kutatásmódszertani lehetőségeket, amelyekkel el lehet indulni őseink felkutatásában. Én azt gondolom, a családkutatás, a családtörténet kutatás egy nagyon jó alkalom, hogy összehozza a különböző generációkat, hiszen a felhalmozott tudást át kell adni a fiatalabbaknak, a mai modern technika pedig a fiatalok segítségét igényli az idősek számára. Én bízom benne, hogy egy sor találkozási pont lesz majd ez ügyben. Fülöp Tamás azt is elmondta stábunknak, hogy a következő előadások is nagyon érdekesek lesznek. Beszélnek majd egyebek mellett az informatikai fejlődésről, annak fontosságáról, a pénzügyekről, az egészségügyről és a közbiztonságról is. Mint mondta, a Híres Szabad Egyetemet ki szeretnék szélesíteni a fiatalabb generáció számára is. Azt gondolom, hogy a négy fal között elég volt ennyit időznünk, viszont ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba, ahogy műsorunkat is kezdtük. Itt a tavasz, jön a jó idő, és megéri kiruccanni. Következő sziesztánkban azt is megmutatjuk, hogy hol tölthetünk igazán kellemes pillanatokat. Tartson jövő héten is velünk! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Késeket és egy napszemüveget lopott, majd egy tanyát is felgyújtott egy 22 éves tiszakécskei férfi, aki ellen a kecskeméti járási és nyomozó ügyészség vádat emelt. Nők a családban és a munkahelyen címmel 3 éves projekt indul Kecskeméten. A nyertes pályázatot szerda délelőtt mutatták be. Magyar mindennapok a Kárpátalján címmel nyílt kiállítás a Szent Imre Általános Iskolában szerdán délelőtt Mohai Balázs fotóriporter képeiből. Súlyos szankciói lehetnek annak, ha valaki nem felel meg az EU-s adatvédelmi szabályoknak. Erre hívta fel a figyelmet szerdán a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A hagyományos paraszti társadalom felszámolásának állít emléket az a tárlat, amely ma délután nyílt Kecskeméten a Városháza díszudvarában. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Thank you.